Az elmúlt szombaton zárt kapus mérkőzésen idegenben 5-1-re verte a Budapest Honvédot a kisvárdai futballcsapat, így Boldog Tamás együttese 31 ponttal a 7. helyen áll az élvonal tabelláján. Hétfőn a Magyar Labdarúgó Szövetség felfüggesztette valamennyi szervezett versenyprogramját, ami azt jelenti, hogy egy ideig szünetelnek a közös tréningek is. A csoportos edzések azok megszűntek, minden játékos egyén edzéstervet kapott, kapnak egy órát, amelyre fel kell tölteniük az adatokat, és át kell küldeniük az elemző részegünknek. Ez a hét ez így telik, a következő héten pedig várjuk a kormány, illetve az MLS-nek a utasításait, rendelkezéseit, javaslatait, és az alapján fogunk majd dönteni. Három játékosunk helyezkedik el Kisvárdán kívül, a Lukász, a Rúgus Tomi és a Tisztán Patrik. Ők a lakhelyükön Nyíregyházán, illetve Debrecenben töltik a napjaikat és ott edzenek. Többieknek meg egyértelműen kijárási tilalom van, és a város elhagyási helyesebben, és hát a napjaikat azt itt a városban sétával, benti filmnézéssel, illetve edzéssel töltik. Az MLS döntése nem csak a felnőtt csapatot, hanem a Várda Labdarúgó Akadémia fiataljait is érintette. Az utánpótlás egy picit másabb, ott a gyerekeknek ugye azért kötelező iskolai feladataik vannak a digitális oktatás miatt. A délutánonként pedig ők is hasonló van a felnőtthöz, ha bár egy picit talán részletesebben, ők az edzőik, illetve a csoportvezetőik által kapott feladatokat végzik. Nekik is természetesen megvannak a megfelelő fizikai feladatok, illetve technikai képzést is kapnak, egyénileg kapják a videóanyagot. Ezen kívül a sportpszichológusunk természetesen motiváló és egyéb szakmai anyagot küld nekik, illetve az elemző részlegünk pedig taktikai elemzéseket, a mérkőzésekből kivett jeleneteket, csapat, illetve egyéni posztpszichológust kap megfelelően. Ezt átbeszélik Skype-on, illetve a megfelelő platformon. Majd vannak olyan játékosok, akiknek a fizikai állapotuk a sérülésekből kifolyólag, vagy a kevesebb játék miatt elmaradt, azokat pedig a erőfejlesztő részlegünk külön kezelésbe vette, és hát vannak természetesen, akik fizió részlegen vannak sérültek, azokat elkülönítve külön foglalkozással fejlesztjük. Mint a sportigazgató elmondta, az UEFA jelenlegi állásfoglalása szerint be kell fejezni a nemzeti bajnokságokat, mivel az Európa-bajnokságot egy évvel később 2021-ben rendezik meg, ha lehetőség lesz rá, a nyár elején a magyar élvonalban is lejátszhatják a még hátralévő 8 forduló mérkőzéseit.